Hey, it's a chemical rising. Oh, love me now. Hey, it's a chemical rising. Sziasztok, van ma két bejelenteni valóm. Az első, hogy átléptük a 32 000 feliratkozót, ami bár nem egy kerek szám, de köszönöm szépen nektek. A másik pedig az, hogy pénteken elindítunk egy új sorozatot, az lesz a címe, hogy ha jobban belegondolsz. Ez egy kvízjáték sorozat lesz, amit élőben közvetítünk itt a Szertár csatornán, a Memóval közösen csináljuk, a Mesterek és Módszertanok házával. A lényeg az lesz, hogy minden adásban meghívunk majd két vendéget. A mostani péntekiben lesz majd egy csillagász, illetve egy építész, ők fognak nekünk mindenféle kérdéseket feltenni, nekünk pedig meg kell próbálni rá minél jobban válaszolni. Ebbe természetesen ti is bekapcsolódhattok majd. Ja, és hogy miért van rajtam a gumikesztyű? Hát azért, mert szerda van, tehát kísérletezni fogunk. És azért van gumikesztyű rajtam egész pontosan, mert hogy olyan kísérlet lesz, amit ne csináljatok meg otthon, de ha igen, akkor is gumikesztyűben, és lehetőleg jól szellőző helyen, például az erkélyen, mert hogy olyan anyagokat kell hozzá használni, mint például egy nyugta papír és aceton. Viszont, hogy ezzel mit kell csinálni, ahhoz felhívom mindjárt Ernákot, mert hogy ő vetette ezt fel nekem reggel, hogy tök jó lenne, ha ezzel foglalkoznánk ma. I'm looking for a potion, something that will kill these dreams. And I'm hanging on a notion, and maybe you can wallow with me. Mit olyan különleges ez a hőpapír? A fehér papíron van egy nagyon vékony réteg, amely egy olyan festéket tartalmaz, ami semleges állapotban tintelen, viszont hogyha savas kémhatású közegbe kerül, akkor fekete lesz. Vagy esetekben kék, attól függ, hogy milyen festéket használnak. Erre a nagyon vékony rétegre rávisznek egy ilyen viaszos bevonatot, 100 fokos olvadásponttal, majd erre egy harmadik réteg kerül, amely bisphenol A-t tartalmaz. Ez ilyen savanyú kémhatású anyag. Ha megmelegítjük ezt a papírt valahol, hogy ugye a pénztárképekben is történik, akkor ahol megmelegedik, ott a középső viaszos réteg felolvad, és lehetőséget nyújt arra, hogy az alsó és a felső réteg találkozzon egymással, és a savanyú kémhatás következtében ott megfeketedik az alsó, amúgy szintelen leukó festék. És mi történik akkor, amikor acetont öntök rá, vagy egyszerűen csak aceton gőzbe rakom ezt a papírt? Ott is hasonló dolog történik, ugyanis ezek a viaszos anyagok, amit ugye a középső rétegnél használnak, ez szerves oldószerekben jól oldódik. És ez, hogyha valamilyen oldószerrel, vagy akár csak annak gőzével találkozik, akkor fel tud lágyulni annyira, hogy már ezen keresztül át tudjanak diffundálni az alsó és a felső rétegből a különböző molekulák, és így kialakuljon az adott szín. Szóval, ha jön egy NAV ellenőrzés, és olyan számlák vannak, amiket nem szeretnénk, hogy lássanak, akkor legyen nálunk mindig aceton? Amúgy is nem áll. Körömlak lemosóként szuperül használhatok. Mondjuk ritkán szoktam lakkozni a körmömet, de majd jövő héten Jankát is megkérdezzük, hogy neki mi a véleménye valamelyik kísérletről, és akkor lehet, hogy a körömlak lemosó téma az még előjöhet. Köszi szépen, hogy ezt elmondtad. Halló! Szervusz! Sziasztok! Lehet látni, hogy egy ilyen egyszerű nyugtának a működése is meglehetősen bonyolult. Nem mondom, hogy nem érdekes, viszont ez a több rétegrend, ami rákerül, magyarázza azt is, hogy miért nem szabad a szelektív gyűjtőbe dobni a nyugtákat a többi papír közé. Hát nem biztos, hogy ez a legkörnyezetbarátabb megoldás, de ezen majd valamikor máskor elmélkedünk. Sziasztok!